Jó napot kívánok mindenkinek, itt vagyok Székelyudvarhelyen, megyek Parajd felé, ahol a Sóvidék hegyalja kis térségnek lesz az ülése. Szeretném önöket tájékoztatni, mert ebben a pillanatokban szavaztunk, még zajlik a szavazás, tehát még nincsen kiközölt érvényes határozat, csak azért mondtam a félreértés elkerülése véget, de ebben a pillanatban szavaz a... Álljunk félre, majd később lehet nem lesz jel. És itt a jobb kezem, tehát nem én vezetek. Tehát ebben a pillanatban szavaz az operatív törzs javaslatára a megyei készenléti, vagyis a sürgősségi esetek bizottsága, és a 29-es számú határozatot fogjuk elfogadni. Tehát a mai nap csak az iskolákról döntünk, tehát ma abban maradtunk, ma a prefektus úrral volt egy beszélgetésünk, látták, a kórháznál találkoztunk, ő is ott volt 12-kor, és abban maradtunk, hogy ma csak az iskolákról hozzuk meg a döntést. A mai döntésünk az, hogy az iskolák tekintetében, tehát október 19 és 25 tekintetében született döntés, hogy melyik iskola 19-től 25-ig zöld, sárga vagy piros. Tehát, hogy milyen forgatókönyv szerint történik. Az, hogy zöld, sárga vagy piros, azt a közegészségügyi igazgatóság együtt a tanfelelősséggel teszi a javaslatot. De ezt szeretném mondani, hogy mivel a fertőzések száma Hargita megyében 4 közigazgatási egységben magasabbra emelkedett, mint a szint, ezért 4 helyen lesz piros forgatókönyves oktatási rendszer, vagyis 100%-os online. Tehát jövő hétre bezárnak az iskolák Csíkszeredában, itt Székelyudvarhelyen, ahol most vagyok, Csíkmadaras és Fenyét, ott jöttem át az elő. Tehát ismétlen 4 iskola, tehát 4 településen az összes oktatási intézmény piros forgatókönyv szerint fog tevékenykedni a jövő héten. Az Csíkszereda, Székelyudvarhely, Csíkmadaras és Fenyét. Ez mit is jelent? Tehát 423 oktatási intézmény van a megyében, ez 130 jogi személyiséggel rendelkező óvoda, iskola, középiskola köré van szerveződve. Ugye mivel a két legnagyobb város piros, ezért a szám is nagy, tehát azt jelenti, hogy 43 jogi személyiséggel rendelkező intézmény kezdi hétfőn piros forgatókönyv szerint a megyénkben az oktatást. 42 jogi személy sárga, ahol lehet hibrid, lehet több mindenben gondolkodni, és 45 maradt zöld kategóriában. Ha ezt lebontjuk még jobban, tehát a hozzárendelt intézményekkel, akkor még van hozzárendelt intézmény 23, piros, 135 sárga és 135 ugyancsak zöld. Én most az iskolákat egyenként nem sorolom fel, itt most már kollégáink fordítják ezt a rendeletet, és rövidesen a borbolycsaba.ro oldalon meg fogják találni. A mai nap folyamán más változásról nem szavazunk, tehát ha bárki le fog közölni egy más információt, akkor higgyék el, hogy nem mond igazat. És azt szeretném elmondani, hogy a holnapi nap folyamán, holnap déltől lépnek majd érvénybe az élet többi területén a különböző intézkedések. Ugye egy kicsit minket most behatárol a jogszabály, tehát el lett fogadva tennap kormányhatározattal is néhány általános intézkedés, de ezeknek a Hargita megyei gyakorlatba ültetése ebben a pillanatban még várakozik. Tehát több újságíró is megkérdezett, hogy akkor milyen bezárások, milyen intézkedések, milyen javaslatok vannak. Tehát ebben a pillanatban nincsen most ilyen határozatunk. Dolgozunk együtt a prefektúrával, és jövő, tehát holnap, tehát pénteken déltől fognak életbe lépni a többi intézkedések. Tehát a mai intézkedés, ami életbe lépett, 4 közigazgatási egységünk, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Csíkmadaras és Fenyét átmegy pirosba az oktatási forgatókönyvek szerint. Én arra kérek mindenkit, hogy vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra,
és kitartást kívánok azoknak a pedagógusoknak, akik most már 100%-ban online kell megtartsák az óráikat. A szülők tekintetében pedig felhívom, hogy ott a lehetőség, hogy akinek nincs, akire bízni a gyereket, vannak intézkedések, amelyek mentén az egyik szülő otthon maradhat, és e tekintetben is, hogyha vannak kérdések, szívesen fogadjuk, és bízom benne, hogy hát ugye jövő, tehát most van ma határidő, mától kezdve lehet pályázni az Európai Uniós támogatásra, el lehet számolni a tableteket, illetve a laptopokat a tanároknak, a pedagógusoknak. Bízom benne, hogy a polgármesteri hivatalok, illetve az iskolák megtettek mindent, és megtesznek mindent, hogy online eszköztár tekintetében Hargita megye ne maradjon le. Ebben mi maximálisan segítettük az iskolákat, a tanfelelősséget, a polgármesteri hivatalokat. Jeleztük, akinek nincsen önrészre esetleges pénze, akkor azt is jelezze. Tehát ilyen tekintetben a megyei tanács testülete szolidáris minden településsel, minden iskolával, minden pedagógussal, minden gyerekkel és minden szülővel. Ha bárkinek van olyan kérdése, meglátása, megjegyzése, amire tudunk mi válaszolni, tudunk segíteni, szívesen fogadjuk. Úgyhogy ma ennyit innet, és kérem, ezt a rövid videót osszák meg, azért, hogy minél többekhez jusson el, és akkor tényleg mindenki jövő hétre kezd el a szülők, nagyszülők úgy szervezni a programot, hogy 100%, hogy ezen a 4 közigazgatási egységben a fiatalok, a gyerekek otthonról vesznek részt az oktatásban, és ez ugye 43 jogi személyiséget jelent, és plusz 23 hozzárendelt intézményt. Viszontlátásra mindenkinek, és hogyha valamilyen történik még a mai nap folyamán, vagy akár Sóvidék hegyalja kistérségben olyan döntéseket hozunk, akkor fogok jelentkezni. Viszontlátásra!